Szóval Noé bárkájával kapcsolatban arról beszélek, hogy ugye Énok arról ír, hogy az angyalok segítettek építeni Noának ezt a bárkát. Ha megnézzük, maga a bárka 137 méter hosszú volt, 23 méter széles és 13 méter magas. Valaki azt gondolja, hogy ezt összedobta egyedül Noé? Akár mennyi ideje is volt. Hogy épít meg egy ember egyedül egy 137 méter hosszú, 23 méter széles, 14 méter magas fa építményt? Hogy viszi a gerendákat oda a helyére? Ott keresztbe lennie kell gerendáknak. Mégis hogy teszi össze ezt egy ember egyedül? Az, hogy Hollywood mit csinál, abból rengeteget lehet tanulni, de azt nem lehet mondani, hogy csak azért, mert ők csinálnak ezt vagy azt, az egyetemen kizárja Énok könyvének a hitelességét, azért, mert ők úgy állították be, hogy a bukott angyalok csinálták a bárkát, és aztán ennek fejében, vagy ennek következtében ők visszamehettek Elohimhez. Nyilvánvalóan nem ez történt, de az, ami Hollywoodban történik, az mindenképpen érdekes lehet számunkra, hogyha ha beszélnek valamiről. Még akkor is, ha tudjuk, hogy általában hazudnak és sűrik, csavarják a dolgokat. Ugye ezek az emberek, akik itt beszélnek, állítólag valami megtért ezoterikus karakterek, és van egyfajta tudásuk az ezotériáról, arról beszélnek, hogy azok a járművek, amelyekről beszél Enoch, azok ezoterikusak, meg az alien, az idegenekkel kapcsolatosak, és hogy ez szintén egy hazugság szerintünk, azért, mert az ezotéria használja ezeket a járműveket. Hogy mutassak valamit. Ezekiel első fejezet így kezdődik. A hónap 5-én valójában lőn Jahuának beszéde Ezékiel paphoz, és ott lőn rajta Jahuának keze. Azaz látjuk, hogy ez Jahua az, aki mutatja ezt a dolgot Ezékielnek. És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, amely körül fényesség vala, közepéből pedig, mintha izzó érc látszott volna ki, tudnélik a villámlás közepéből. Négy lelkes állat formája ki, és ez vala ábrázatjuk, ugye? Ismerjük a négy lelkes állatot, ugye leírja, hogy hogy néznek ki. Emberi kezek valának a szárnyaik alatt, az arcaik emberi orca, és a többi, és a többi. 15-ös, és mikor ránéztem a lelkes állatokra, ímé egy-egy kerék vala a földön az állatok mellett, mind az ő négy orcájuk felől. Azaz minden oldalon egy-egy kerék. A kerekek, mintha társiskőből készültek volna, és mind a négyüknek ugyanazon egy formája vala. És úgy látszanának egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepén volna. Jártukban négy oldaluk felé mentek vala, meg nem fordulnak vala jártukban. Talpaik magasak valának, félelmesek, talpak rakva valának, szemekkel körös körül mind a négynél. És mikor járnak vala lelkes állatok, járnak vala a kerekek is mellettük, és mikor fölemelkednek vala az állatok a földről, fölemelkednek vala a kerekek is. Ahová a lélek vala menendő, mennek vala, ahová a lélek vala menendő, és a kerekek felemelkednek vala mellettük, mert a lelkes állatok lelke vala a kerekekben. Akkor mi a helyzet ezekkel a járművekkel? Ez is, ez sem igaz? Vagy csak az nem igaz, ami abban van? Csak azért, mert az nincs leírva itt, vagy esetleg ez egy másfajta dolog, amit itt leír. Akkor ez, amit itt leír, hogy tér el ettől, ha kerekek egymásba vannak, és úgy fordulnak, és nem fordulnak, és úgy haladnak azok a lelkes állatok? Természetes az, hogy az ellenség és az ő seregének hatására az egész emberiség eltérött, és próbál valahogy visszajutni a tudáshoz, és mindenféle dologba kapaszkodik, csak ne kelljen a Tora az instrukciók szerint élnie. Ez nyilvánvaló. A probléma az, hogy nem vonhatunk le következtetéseket csak azért, mert mi nem értünk egyet vele, vagy nincs meg az információnk valamiről. Nem vonhatunk le következtetéseket, és azokat tényként emberek elé tárjuk, hogy ez ezoterikus. Ugyanezt írja le Ezékiel, az is legalább ilyen hihetetlen dolog, amit ő leír. Mégis elfogadjuk, hiszen benne van az írásokban. Talán a legbizarrabb részhez érkeztünk el, mikor arról van szó, hogy mekkora tudatlanságot mutatnak be az írásokkal kapcsolatban, és ugye általánosságában véve az egész koncepcióval kapcsolatban, ami történik életünkben. Ugye arról beszélnek, hogy démonok nem léteznek, a sátánnak nincs hatalma, illetve arról beszél, hogy ez az egész spirituális harc, ez nem létezik, hiszen ők mind meg vannak kötve, és itt semmi ilyesmi nincs.
Ami sokkoló szerintem mindenki számára, aki alapszinten is ismeri az írást, de nézzük meg, hogy miért is. Szóval még egyszerűbb, arról beszélünk, hogy nincsen harc a jó és a rossz között, az összes angyal meg van kötve, démonok nem léteznek, és ez mind csak a képzelet szüleménye. A sötét oldal az csak egy képzelt dolog, ezek nem léteznek. Oké, Efézusiakhoz 6.11.13 így szól. Öltözzétek fel az Elohim minden fegyverzetét, miért, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Akkor azt kérdezem én, hogy ha ezek nem léteznek, ez a háború nem létezik, ezek meg vannak kötözve, a démonok nem léteznek, akkor miről beszél itt Saul? Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének, világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl Elohimnek minden fegyverzetét, hogy ellent állhassatok a gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Akkor ki az, aki félreérti a dolgokat? Ki az, aki nem érti a dolgokat? Vagy ki az, aki esetleg hazudik? Ugye arról van szó, hogy ezek már nem léteznek, meg vannak kötözve, sose léteztek, nincs harc. 1 Kefa 5, vagy 1 Péter 5, 8, 9. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen, akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban levő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Azaz ellen kell neki állni. Ő itt van, itt járkál és keresi, hogy ki az, akit el tud pusztítani. Hogy kerülheti el valakinek a figyelmét az, hogy az ördög vagy a démonok azok valós dolgok, mikor erről szól az egész új szövetség tulajdonképpen. Matthiahu 8-as fejezet 15-17 így ír. És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz, és fölkelé és szolgál a nékik. Az est beálltával pedig vívének hozzások ördöngöst, és egy szóval kiűzi a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget. Hogy beteljesedjék, amit Jesiahu Ézsaiás prófita mondott, így szóval ő vette el a mi erőtlenségünket, ő hordozta a mi betegségünket. Azaz egyrészt ez a profécia része, szóval aki nem érti ezt, az nem érti az egész könyvet, másrészt pedig arról van szó, hogy folyamatosan ezt csinálta a másiak, ezeket a tisztátalan lelkeket meg ördögöket űzte ki az emberekből. De ha valaki azt gondolja, hogy ez csak pusztán Jézusig volt érvényben, és utána ezek a dolgok eltűntek, annak itt van egy figyelmeztetés, Máté 12-es fejezetből 43-45, így szól, mikor pedig a tisztátalan lélek, nem egy angyal, egy tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál, akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem, abba az emberbe, és oda menvén üresen, kisöpörve, fölékesítve találja azt, az az ember megszabadul ezektől a betegségektől, démonoktól, amik megrontják az ember életét. Láttuk az előbb, hogy ezek betegséget okoznak. Amikor ez eltávozik az emberből, meggyógyul az ember. Az mindegy, hogy mi az, amit az orvostudomány állít, az a lényeg, hogy mi az, amit a másiák mondott. És akkor elmegy, vesz maga mellé 7 más lelket. Azaz újabb 7 lelket. Akkor ezek szerint ezekből van egy rakás. Gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel. Kik ezek a gonosz lelkek, akikről itt beszél, ha nem azok, akiket mi démonoknak hívunk, vagy ők annak hívnak. Hívd, ahogy akarod. Az kétségtelen, hogy ezek itt járnak köztünk, és ezek megrontják az emberek életét, sőt, gonosszá teszik azt az embert. Mi a gonosz, aki a Tora ellenére él? Ha megnézzük, hogy mi ez a szó, szellem vagy lélek, akkor látjuk azt, hogy pneuma a görög kifejezés erre, melynek jelentése, hogyha elhaladunk egészen a Strong's definíciókig, akkor látjuk, hogy ez tulajdonképpen egy fuvallat, egy levegő fuvallat, egy lélegzet, vagy egy ilyen, olyan, mint a húzat. Erre gondol. Ha megnézzük a Thayer's görög lexikont, látjuk azt, hogy ez a levegő mozgását jelenti, egy ilyen lágy mozgását a levegőnek. Vagy egy lélegzetet, vagy pedig egy lelket vagy szellemet, ami a testet megeleveníti. Ezen kívül még olyan formában is használatos, mint egy lélek vagy szellem, ami az embernél magasabb rendű, de alacsonyabb rendű Elohimnél, mint például egy angyal, vagy démon, vagy gonosz lélek. Ha már a levegőnél tartunk, a lélegzetnél, vagy a léleknél,
Parasit második fejezet 7 így szól, és formálta vala Jahua Elohim az embert a földtek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét, így lőn az ember élő lélekké. Ez a tisztátalan lélek, ez az, ami nem Elohimtől jött, azért, mert máshonnan érkezett hozzá ez az életnek a lehellete. Ezért nem tud visszamenni hozzá, ezért bolyong itt, ezért keres magának olyan helyet, olyan lakást, ahol lakhat, mint ahogyan írta a másiak. És ezt nem én találom ki, ez van oda leírva. Hogy keres magának egy lakást, nem tud visszamenni az atyához, nincs helye sehol, azért, mert másképp jött létre, mint az ember. Nem tud az atyához visszamenni, és nincs helye, azért, mert egy másfajta teremtés során keletkezett. Márk 3-as fejezet 10-12 így szól, a tisztátalan lelkek is, mikor meglátták vala őt, leborulának előtte, és kiáltanák mondván, te vagy Elohimnek fia. Ő pedig erősen fenyegeti őket valahogy őt ki ne jelentsék. Emlékeztetnék mindenkit, hogy még mindig arról van szó, hogy nincsen harc, nincsen sötét oldal, nincsen az ellenség, angyalok, ördögök, démonok. Márk 5-12-13 így szól. És az ördögök kérik vala őt mindnyájan mondván, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk bele. És Jehusa azonnal megengedi nékik, a tisztátalan lelkek pedig kijövén bemennének a disznókba, és a nyája meredekről a tengerbe rohan, a valának pedig mintegy 2000 és belefullának a tengerbe. Azaz a tisztátalan lelkek és az ördögök egy és ugyanaz. És ezek nem emberek, hiszen belementek a disznókba. A tisztátalan lélek valami másfajta lelket jelent. Ez nem egy ember válik tisztátalanná, hanem a lélek maga tisztátalan. Nem lehet őt megmenteni. Ez egy külön faj. Ezt meg fogjuk látni, hogy honnan derül ez ki. De nézzük meg az ördög kifejezést. Ugye miközben ezek az emberek itt a videón azon röhögcsélnek, hogy ezek nem léteznek, azonban egyértelműen látjuk, hogy léteznek démonok, hiszen itt van, demon. Ez a kifejezés, amit mi úgy fordítunk, hogy ördögök. Ez a görög szó daimon, melynek jelentése ördög vagy gonosz. Egy alacsonyabb rendű istenség, akár jó, akár rossz, isten vagy istennő. Az új szövetségben egy gonosz szellem vagy lélek. A Strong's definíció szerint démon, vagy természet fölötti lélek, ami gonosz, egy ördög. A Thayer's görög lexikon szerint egy isten, egy istendő, vagy egy alacsonyabb rendű istenség, akár jó, akár rossz, vagy egy gonosz lélek. Lukasz, vagy Lukács 6-18-ig így szól, és akik a tisztátalan lelkektől, vagy ördögöktől, vagy démonoktól most már látjuk, gyötrettek, meggyógyulának, azaz ezek betegségeket okoznak. A betegségeket ezek okozzák. Amennyiben az ember az utat járná, az atya minden bizonnyal megoldaná az összes problémáját. Vagy a szó az, ami megoldja, hiszen ha az ember úgy él, akkor az atya vele lesz. Ez az, amit ez példáz. A lényeg számunkra azonban az, hogy tisztátalan lelkek, ördög, démonok igenis léteznek. Oké, amennyiben az a filozófiánk, hogy ezek már nem léteznek, nézzük meg, hogy mit mond Máté Jahu 8-as fejezet 28-29, amikor is ez történik. És mikor eljutott vala a túlsó parta, a gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje, mit jelent az ördög, tisztátalan lélek vagy démon. A sírboltokból kijövén, igen kegyetlenek annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton. És így még kiáltanak mondva, mi közünk te veled, Jehusa Elohimnek fia. Azért jöttél, hogy ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Azaz van egy idő, az pedig az ítélet napja. Tudják pontosan, hogy miről van szó. Ezért lepődtek meg. Azért jöttél, hogy meggyötörj minket az idő előtt? Ez ugye aztán ugye úgy folytatódik, hogy a disznókba belemennek, és aztán azok elpusztulnak. Tehát nem pusztította el őket. Ezek szerint ezek még mindig itt vannak, és az idő még nem jött el. Sőt, annyira nem, hogy jelenések könyve Higalú 16-13-14 így ír, és látték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, és kimennek a Földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Elohim ama nagy viadalának napjára. Tisztátalan lelkek, ördögi lelkek mindig is lesznek, amíg az ítélet el nem következik.
A legfölháborítóbb az, hogy ugye arról beszélt az egyik, hogy azzal vannak agymosva, hogy ezt elhiszik, és nem ismerik Istent, ezért hiszik el. Mikor látjuk, hogy ez van leírva. Nem tudom, hogy akkor vajon ki az agymosod, hogyha valaki még azt sem képes értelmezni, ami le van írva az írásba. Egyértelműen. Máté 4, 9-től 11-ig így szól, és mondané ki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondané ki Jahusa, eredj el, Satán, mert megvan írva a Jahuát, a te hatalmasságodat imád, és csak néki szolgálj. Akkor elhagyja őt az ördög. Akkor ezek szerint csak itt van körülöttünk, hogyha még őt is megkísértette, akkor csak nincs megkötözve, hanem még mindig itt van. Ha erről ír Péter, erről ír mindenki, hogy állj ellen neki. Itt megkísértette még magát a megváltót is. Apostolok 5, 3, így szó. Mondta pedig Kefa, vagy Péter, Ananiás, miért foglalta el Satán a te szívedet, hogy megcsald a Ruach HaKodest és a mezőnek árából félretégy? Mert ezek szerint Satán el tudja foglalni az ember szívét még mindig a Mássiák halála és feltámadása után is. Apostolok 26.17.18 így szól, megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, akik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Satánnak hatalmából Elohimhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és megszenteltetettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Satánnak még mindig van hatalma a Mássiák halála és feltámadása után. Nem azt mondom persze, hogy ő győzhet, vagy ő erősebb, vagy egyáltalán ez egy verseny. Azt mondom, hogy egy verseny köztünk és közte, természetesen Elohim és közte nincsen verseny, ez nyilvánvaló. Azonban mi csak úgy tudunk ebben talpon maradni, hogy követjük az írást, és Elohim így a Malakim, vagyis az angyalokon keresztül védelmez minket ettől a spirituális erőtől. Ez a napnál is világosan. 1 Korintusi 7.5. Saul így ír a Mássiák halála és feltámadása után, ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét egyűvé tértek, hogy a Satán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Satán az, aki megkísérti az embert még mindig. Sőt, ha valaki azt gondolja, hogy Satán egyedül bonyolítja le ezt az egész műveletet, annak segít Korintusiakhoz írt második levelében, Saul a 12-es fejezetben 7-től 9-ig, és hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, azaz az, hogy ő ennyi tudás birtokában van, tövis adatot nékem a testembe, a Satán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettében ne bizakodjam, azaz nem Satán volt ott mellette és kísérgette mindvégig, hanem az ő egyik angyala, aki gyötörte őt. Ezért háromszor könyörögtem Jahuának, hogy távozzék el tőlem. És ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Mássiák ereje lakozzék én bennem. Azaz könyörgött Adonaihoz, hogy megszabadítsa ettől az angyaltól, azonban nem tette meg. Az ember egyedül nem tud megszabadulni. Hogyan tud megszabadulni? Hogy könyörög. Azért is egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen dolgokkal előállnak, mert ahogy mondom, hemzseg az egész Brit Házasa új szövetségettől, még a Mássiák halála után jóval. Ez Tesszalonikaiakhoz írt első levelének második fejezete, Saul. Azért menni akartunk hozzátok, kiváltképp én, Saul, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a Satán. Mert ezek szerint csak van még hatalma, sőt, nem csak, hogy hatalma van, tudjuk, egész jelenések könyve róla szól, hogy itt van, ő az, aki irányítja a világ birodalmait, ő az, aki összehozza az új világrendet, a vallást, mindent. Második levelében a Tesszalonikaiakhoz így ír Saul. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészti a hua az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Ki ez? A törvénytaposó ember, aki az új világrendet vezeti. Akinek eljövetel a Satán ereje által van a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességükre. Satán az, aki irányítja a világot. Honnan tudjuk? Onnan, hogy a kedvenc Saul leírja második Korintusiakhoz írt levelének negyedik fejezetében, ha mégis leplezett a mi jó hírünk,
Azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben e világ hatalmassága megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a másiák dicsőséges jó hírének világosságát, aki Elohim képe. E világnak van egy hatalmassága, és az nem azonos Elohimmel. Különben nem mondaná azt, hogy Elohime ennek a világnak. Ő nem vakítja meg a hitetlenek elméit. Az nem az atya, vagy a fiú. Az e világ istene. Akkor ki lehet az? Ennek ellenére ezek a karakterek itt azt mondják, hogy ez egy hazugság, hogy a démonok ezzel foglalkoznak, vagy ezt csinálják, mikor ez nem is működik ez a harc. Most láttunk, gyakorlatilag számtalan, vége hossza nem lenne, ha elkezdenénk keresni erre a példákat. Akkor ők mit olvasnak, vagy mi az, ahonnan ők szerzik ezeket a filozófiák? Azt mondja, hogy a démon dolog egy mese, a démon dolog nem létezik. Erről beszél itt. Arról beszél, hogy nem kell közbenjárni, mert nekik nincs büntetésük. Hát Énok 6000 évvel ezelőtt járt közben, ő neki fogalma sem volt még, hogy mi lesz ezért jár közben. Ők ott tudták meg, hogy nem lesz nekik bocsánat. Ha nem jár közben, akkor nem tudják meg. Most így nekünk persze könnyű azt mondani, hogy Hitler nem nyeri meg a második világháborút, mert tudjuk, aki ott élt akkor, annak fogalma sem volt, annak végig kellett harcolni. Énok akkor nem tudta, hogy mi lesz az ítélet, ezért ment el, hogy közben járjon értük. Ez nem most volt, ez 6000 évvel ezelőtt volt. Ő ezt nem tudhatta, hogy nem lesz bocsánat számukra. Azt mondja, hogy egy abszurdum, hogy egy démon vagy egy angyal csináljon bármit is velem, hogyha Istenben vagyok. Persze, de hát hogyha... Akkor ez feltételezi azt, hogy ha nem, akkor viszont igen. Most akkor vagy vannak, vagy nincsenek. A kettő együtt nem működhet. Nyilvánvalóan én is azt mondom, hogy ha valaki az utat járja, akkor azzal nem tud mit csinálni, hiszen azt védelmezi. A probléma az, hogy a legtöbb ember nem járja az utat, csak azt mondja, hogy járja, vagy azt hiszi, hogy járja. De el kell dönteni akkor, hogy most vagy tud csinálni velem valamit, vagy nem létezik. Utána előáll egy újabb karakter itt a háttérből, az, hogy van egy ilyen igevers, hogy a Krisztus azt mondja, hogy békét hagyok rátok, és hogy akkor mi ez a rettegés a démonoktól. Most egyrészt mi az az igevers, azon kívül, hogy azt hiszem. Mi az az igevers? A másik az, hogy ez egy örök harc. Ez így lesz, ez így volt. Hogyha egyszerű lenne, akkor minek válogatná ki az embereket? Akkor hogyan jutnánk oda, ha mindenki oda jut, ahogy ők gondolják, hogy kegyelem alatt vagyunk, és csak menetelünk befelé a királyságba? Ez egy örök harc, mindig is az volt, mindig is az lesz. Efézusiakhoz leírta, hogy ez nem csak hogy egy harc, hanem ez egy olyan harc, hogy az emberek a teljes fegyverzetet magára kell ölteni. Ami ugye a szó, annak ismerete, annak gyakorlása, a szeretet, a hit, és a szolgálat, és ezek mind-mind együtt fognak megvédeni minket ezektől az erőktől, amik nem test és vér, amit szintén leír. Ahogy mondtam, rettenetes dolgokat mondanak olyan értelemben, hogy aminek igazából semmi köze nincs az íráshoz, de ez sokszor átmegy egyfajta tudatlanságba, amikor arról beszél, hogy Sét és Káin fiai összekeveredtek, és ez az, amiről ott beszél, ennek abszolút semmilyen alapja nincsen. Ez semmiféleképpen nem lehet megmagyarázni. Azt mondja, hogy Káin fia Nimrod és Ézsau. Ézsau Káin fia, amikor Ézsau Jakób testvére. Hogy lehetne Káin fia Ézsau? És hogy ezt hogy nem lehet tudni? Egy Mózes Bereshit 25-27 így szól. És ki ő az első? Vereses, vala mindenestű szőrös, mint egy lazsnak vagy egy zsák. Azért nevezik nevét Ézsaunak. Aztán ki ő az ő atya fia kezével Ézsau sarkába fogódzva. Ezért nevezik Jakobnak. Izsák pedig 60 esztenős, valamikor ezek születének. Izsák volt az apja. Hogy lenne ez Káinnak a vérvonala? Ugye azt mondja, hogy Káin leszármazottja Nimrod és Ézsau. Ézsaut már megvizsgáltuk, hogy nem hogy a leszármazottja, nem is egy korszakban éltek. De nézzük meg, mi a helyzet Nimroddal. Ugye, Bereshit 1 Mózes 10 leírja Noé fiainak következő vonalát és leszármazottjait. Ha elhaladunk Kámhoz, Kám ugye a középső fia itt a felsorolásban, láthatjuk, hogy fiai pedig Kus, Misraim, Put és Kanán. Kus ugye
Az egyik fél Kús, fiai Széba, Havila, Szabad, Rahma, Szabtéka. És ez után látjuk azt, hogy Ramának fiai Séba és Dédán, Kus nemzé Nimrodot is. Szóval Nimrod Kus leszármazottja, semmiféle köze nincsen Káinhoz. Nem, hogy köze nincsen hozzá, hanem egy egészen más történelmi korszakban élt, mint Káin. Spirituálisan persze Káin leszármazottja, ugyanúgy, ahogy Ézsau, azonban fizikálisan semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. Ugye arról filozofálnak én szerintem még, hogy van-e valami logika abban, hogy elpusztítja az egész világot, mikor megteremtette a fiának. Az egyik az, hogy nem az atya teremtette, hanem a fiú teremtette a világot. Ugye ezt leírja, hogy ő általa és ő neki teremtette a világot. Tehát nem az atya teremtette, hanem a fiú. Az atya megteremtette a fiút, onnantól kezdve a fiú teremtett mindent, amit mi fiúnak hívunk idézőjelben. Ugye az angyal Jahua, az Ószövetségben a Malák Jahua, vagy Jahusha HaMashiach, Jézus Krisztus, mint ember, most pedig, mint ugye mennyei főpap. Ő az, aki teremtette azt az egész. Az atya nem vett részt ebben tevőlegesen a földön. Soha. Ezért mondja, hogy soha senki nem látta az atyát. Csak a fiú, aki tőle jött. De aztán, hogy mi a logika benne? Fölösleges a logikát keresni benne. Ézsaiás 55.10 megmondja, illetve 55.7, ha jól emlékszem, hogy az én gondolataim magasabbak, mint a te gondolataid, ugyanúgy, hogy az egek magasabbak, mint a föld. Teljesen fölösleges a logikát keresni. Azt mondja, hogy azért pusztította el, hogy ez egy előképe a másiáknak, minek pusztítja el, mikor a fiának teremtette. A fia teremtette. Leírja több helyen, hogy ő az, aki teremtette. Megnéztük példabeszédek 8-at. Én ott voltam, mikor teremtetted a világot, a világ teremtése előtt. Ő volt az, aki teremtette. Az, hogy mi a logika, elmondta, hogy mi a logika, az, hogy minden test megrontotta útját. Megbeszéltük ezt is az előző részekben, hogy mit jelent ez, hogy minden test megromlott. El kellett pusztítania, mert eltűnt volna a föld színéről az ember fizikálisan és spirituálisan. Ezek a dolgok le vannak írva. Nekünk nem kell filozofálni arról, hogy miért lehet, vagy miért nem, vagy szerintem, vagy szerinted. Szóval arról van szó most már, hogy a Krisztus az a bárka, mert a bárka úszik a vízen, Krisztus meg a vízen járt. És ezért a bárka az előképe. Persze, hogy a bárka az előképe egyértelmű, de hát, hogy azért, mert a vizen járt, az kétlem. Sokkal inkább azért, hiszen ugyanúgy keressé be, mint ahogy a bárka bemerül a vízbe, az ember bemerül a másiákba, a szóba, és újjászületik. Ez egyfajta keresség, amit a bárka szimbolizált, ugyanúgy, ahogy az ember megkeresztelkedik, mint ahogy megmondta, hogy csak aki víz által születik, és a szó által az, aki, és a ruak által az, aki üdvözül. Mind a kettő szükséges, a bárka így jelképezte a másiákat, úgyhogy ő az, aki hordozza az egész világot, akihez csatlakozunk, aki által túléljük ezt az egészet. A bemerítés az, ami hozzá csatlakoztat minket, míg minden más eltűnik. Akkor csatlakoztunk hozzá, ha úgy élünk, ahogy ő. Nem úgy, ahogy ők itt mondják a videóban, hogy azt csinálunk, amit akarunk, teljesen mindegy, kegyelem alatt vagyunk. Akkor, hogyha úgy élünk, ahogy ő élt. Ugye arról beszélnek itt a végén, hogy bőven elég a Biblia számunkra, és nem kell ezekkel foglalkozni. És ezzel teljesen egyetértek. Talán ez az egyetlen dolog, ami elhangzott, és egyet lehet vele érteni. Magyarul az egyetlen, aminek értelme volt azok közül, amit olyan értelemben, hogy aminek volt valamilyen alapja az írásokban, a többi az mind nagyjából filozófia. De persze, hogy elegendő, sőt, az ő példájuk mutatja, hogy nagyon sok időt kellene még arra szánni, hogy egyáltalán azt megértse az ember, mielőtt elkezdi ezt magyarázni másoknak, hiszen rengetegféle variáció van, és látjuk azt, hogy szinte minden egyes megnyilvánulásokra megvan az igazság az írásokból, amit cáfolja azt, amit ők állítanak. Én ezt szerettem volna, én nem az, hogy ők tudatlanok, vagy nem tudják, de az bosszantó, hogy ezáltal embereket félre vezetnek. Nem szándékosan, én nem azt mondom. Teljesen mindegy, hogy az ember tudatlan, vagy szándékosan teszi. A lényeg az, hogy embereket ezzel félre lehet vezetni. Mikor az Énok könyve egy hasznos olvasmány,
És rengeteget lehet belőle tanulni, és sokkal közelebb lehet kerülni az igazsághoz. Én nem azt mondom, hogy szükséges, én azt mondom, hogy ha valaki olvasni szeretné, akkor ez egy nagyszerű információforrás. Viszont először érdemes mindenkinek a 66 könyvvel foglalkozni, és azzal nagyon jó barátságba kerülni. Utána elkezdeni más érdekességek után kutatni. Az pedig, hogy kire hallgat az ember, az, mint most kiderült ezekből a videóból, egy nagyon-nagyon fontos dolog. Különösen, ha az ember az utat szeretné járni. Aki nem az utat járja, annak teljesen mindegy. Aki az utat szeretné járni, annak viszont érdemes odafigyelni. Ugyanis rengeteg információ található meg az interneten, ami nagyszerű és ugyanakkor veszélyes is. Különösen, hogyha ilyen információk, mint amit itt láthattok. Meg ami úgy általában véve ebből a csatornából áramlik. Rengeteg igazság és hasznos dolog, ugyanakkor számtalan téves információ. Ugyanúgy, ahogyan a kezdetektől fogva az ellenség operál. És én nem azt mondom, hogy ők neki dolgoznak. Én azt mondom, hogy mindenki, aki az igazságot a hazugsággal összekeveri, tudatlanságában vagy szándékosan, az ilyen vagy olyan módon az ellenség szekerét hagyja. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!